Sziasztok! Tisztelt! Köszöntök mindenkit a csatornán, én vagyok. Ma ugye május elsője van a munka ünnepe. Ugye még beszélhetnék akár egy picit az eredetéről. Ugye a 19. századból ered igazából, amikor akkoriban az átlagos munkaidő ilyen 10-16 óra volt nagyjából, vagy inkább 14 és 16 és akkor lett először bevezetve a 8 órás munkaidő, és még a fizetések se csökkentek, habár inkább 1856-hoz köthető a május 1-i Csikágói tüntetés, ahol szintén nagy sikert értek el a munkások, és Magyarországon is ugye ez egy hivatalos ünnep, de inkább már a munkavállalók iránti szolidaritás köthető ehhez, de továbbra is hivatalos megnevezés a munka ünnepe. És hogyha már szolidaritás, akkor ugye itt van ugye ez a koronavírusos helyzet, túl vagyunk már három hullámon, és 2020. márciusa óta a mentősök, meg a rendőrök brutális módon gőzerővel dolgoznak azért, hogy egyáltalán a rendfen maradhasson, meg hogy minél inkább tartozóvá tegyék a jelenlegi helyzetet. Tehát főleg az egészségügyisek vannak túl tehelve de azért a rendőröket is meg lehet becsülni, és éppen ezért én úgy döntöttem, hogy ez, eb, ennek a napnak az alkalmából én egy kollekciós videóval szeretnék jelentkezni, ezzel kifejezve valamilyen szinten a szolidaritásomat, amit irántuk szeretnék tanúsítani. Ez nem más, mint a burágó magyar kéklámpás kollekciós, tehát a Burágon Magyar Szolgálati járművekről lesz itt szó, ugye négy autóról lesz szó, hogy az index képen is láthatjátok, meg a leírásban is elhelyeztem, hogy milyen autókról lesz itt szó, úgyhogy igazából kezdjünk is bele a videóba. Na itt is látható ez a négy gyönyörűséges autó. Amikor ezt az autót megvettem, már beharangoztam, hogy készíteni fogok egy ilyen kollekciós videót a Burago által elkészített magyar szolgálati gépjárművekből és most itt is van. Beszerzési sorrendbe fogok haladni, így is rendeztem el ezeket az autókat, úgyhogy igazából lássunk is neki. Ezt az autót szereztem be legelsőként még 2020 márciusában. erre én nem is terveztem be beszerezni ezt a Ford Focus-t, mert én alapvetően veterános vagyok, és új autókat nem szoktam vásárolgatni, de annyira sokat láttam ebből, és úgy dönt, és a neten is annyira sokat láttam ebből a kocsiból, hogy úgy döntöttem, hogy a kivétel erősíti a szabályt, és akkor beszerzem, és idén pedig jött a többi, tehát ez az autó egy eléggé komoly hullámot indított el, és majd teljes egészségében is látni fogjátok mind a négy autót egymás mellé, helyezve, így teljes egészségében, szerintem egész jó mutatnak egymás mellett. Akit már most az érdekel, akkor tekerjen nyugodtan oda, nézzük is meg akkor ezt a járművet. Maga a kidolgozás az egészen jónak mondható, inkább a kivitelezéssel vannak problémák, ami általában megszokott testni, tehát ez az a kategória, hogy az alapötlet jó, de a kivitelezés nem éppen a legjobb, vagy esetleg pocsék, de szerencsére pocsék kivitelezésre a buragónál nem beszélhetünk, inkább az, hogy van még mit fejlődni. Hát ugye kezdjük a fényszórókkal, hát ugye Igaz, hogy a fényszórok azok szépen ki vannak dolgozva, de a behelyezés az már annyira nem sikerült jó, tehát nézzétek csak meg eléggé nagyok a hézakok itt mint a baloldalt. Jobb oldalt egészen jól sikerült, a baloldaliról ez nem mondható el. Hát ugye ez a kettes fókusznak a faceliftes változata, ugye a korai változatoknak jóval egyszerű fényszórója van a késői darabokhoz képest, és hát ennek a behelyezése nem sikerült túlságosan, mert hát ez Kínában készült ez az autó. Ahogy a hűtőrács festése sem lett annyira tökéletes, hát ugye főleg itt lóg bele a festék magába a hűtőrácsba, de amúgy maga a Ford embléma az egészen jól sikerült, meg a rácsozás is, meg a lökhárító is amúgy szerintem teljes mértékben rendben van, tehát a rendszámtábla is szerintem egészen tetszetős. Mondjuk az szerintem picikét probléma, legalábbis én jobban örültem volna egy LMZ-s vagy egy LRL féle rendszámnak, mint amivel futottak ezek az autók, tehát kapott volna egy rendes forgalmi rendszámot, majd ezt két másik autón is fogjátok látni. De hát ez van, de legalább van rendszám ennek is örüljünk szerintem. Átérünk az autó oldalára, itt is a matricázások szerintem teljes mértékben rendben vannak, ahogy itt a motorháztetőn is szerintem egészen jól sikerültek. A fényhéd is egészen vállalható lett ez a kettő darab antenna, ezt nagyon jól eltalálták, ez egy ilyen nagyon nagy piros pont, meg a tetősín is egészen jó, nem olyan, mint a, az Autotime Lada 111-nél, hogy valami gyenge, szutyok minőségű műanyagot használtak, amit nagyon könnyedén be lehet hajlítani, itt ugye azt hiszem a kaszniból lett ez kinyerve, és egész jó minőségben szerelték így össze. Na mindegy, folytassuk az autó oldalával. Hát ugye ahogy mondtam, a matricázások azok teljes mértékben rendben vannak szerintem, tehát egészen jól sikerültek, ö, meg a, ahogy a kis logók is egészen vállalhatóak, ami nekem furcsa, hogy itt a pillangó nem dolgozták ki, hát igaz, ugye nyilván nem nyitható, de feketének kellene lennie, nem fehérnek, ami ugye itt van a visszapillantott tükrön, hát ugye ezek ilyen egyszerű kis fém nyúlványok. A kerekek ugye, ezek ilyen bevált burágó kerekek, ez az autón szerintem eléggé jól mutatnak, ilyen kerekekkel találkozhatunk ezen az autón is, hát igazából egy is ugyanaz a két kocsi, csak más festéssel, továbbá találkozhatunk ezekkel a kerekekkel a Porsche 911 GT3-ason, vagy a Dodge Viper GTS R kupén, vagy az 1969-es Austin Mini Cooperen, illetve sok más autón is felelhetőek ezek a kerékfajták. Mondom, szerintem egészen jól mutatnak ezen az autón. Nézzük meg akkor a gépkocsinak a fenekét. Itt is a matricázások egészen jól sikerültek, tehát a matricázásokkal nincsen probléma szerintem. Szóval itt ez egészen jól sikerült. A féklámpa a picit furcsa nekem, hogy így dolgozták ki, de végül is ez teljesen helytálló, hogy kev jóval kevesebb a piros terület, mint a szintelen. Ugye a facelift után ezt a hátsó lámpa testet alkalmazták, úgyhogy ez is aránylag rendben van. Egyedül egy valamit kifogásolnék ezzel az autóval kapcsolatban itt hátul a rendszámtáblának a helye. Ugye biztos vagyok benne, hogy az utcákon sokat láthatok már a második generációs Ford Focus kombit, tök mindegy, hogy korai vagy késői példány, a hátulja az ugyanaz lámpák kivételéve, de az most nem játszik fontos szerepet, amit most mondani fogok, hogy a rendszámtábla meg a rendszámtábla helyének a széle között nem lehet ekkora hézak, a valóságban nincs ekkora, kb. akkora van, hogy pontosan ráférjen, tehát ez nem tökéletes illetve a világítást eltakaró kis dísztéc, az is hiányzik erről, úgyhogy ez annyira nem sikerült jól, ez picit sajnálom, de amúgy meg az autó is mondhatjuk azt, hogy egészen rendben van. Ezt most nem e negatívumként akarom felróni, vagy hát igen, negatívumként róvom fel, mert nem olyan valóság hű, de ettől függetlenül nem akarom a modellt leszólni, csupán a véleményemet mondom el. Itt oldalt is egészen jól néz ki, mint hogy a másik oldalt is, tehát teljes mértékben rendben van. Nézzük meg az autónak a belterét, hát ugye nincsen lehúzva az ablak, úgyhogy vissza fog tükröződni a vakua, az ablakokról, úgyhogy akit zavar, az attól elnézést szeretnék kérni. Maga a kormánykerék az egészen jól néz, hogy a sofőr előtt lévő műszerfal is egész jó, hát a közép konzolon viszont semmit nem lehet látni, tehát se rádió, se szellőzők, se semmi, tehát az annyira így nem mondható igényesnek. Ha a kardánboxot nézzük meg, Ja Istenem, az a váltókar. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy múlt hónapban megvettem a Velli Oldtimer sorozatban az Opel kapitánt, annak volt ilyen a váltókor, amin én kiakadtam, de ez valami extrém rövid. Jó, oké, a Ford Focus 2 eseknek amúgy hosszú a váltója, de azért nem ennyire rövid szerintem. Tehát azért ennél hosszabb a valóságban egy picikét. De az ülések azok egészen jónak mondhatóak, elől is, hátul is, az ajtók belsejével is én elégedett vagyok, tehát én azt mondom, hogy egészen, rendben van a váltókor kivételével. Nézzük meg az autónak az alvázát. Én azt mondom, hogy nem éppen a világon a legesleg kidolgozott a balváz, még a burágó kategóriában sem nevezhető különösebben kidolgozatnak, de ez inkább, ha ötös skálán kéne értékelnem, akkor így ilyen négyest adnék neki, mert azért egészen szépnek mondható szerintem, de azért láttam már szebbet is, de jónak mondható, jónak mondható szerintem. Tehát itt a, az első tengely, a kipufogó rendszer, az üzemanyag tartály, a hátsó tengely, a pótkerék tartó, csak nincsen teljesen kidolgozó, ugye emiatt a kis lyuk miatt. Itt ugye a szokásos dombornyomos feliratokkal találkozhatunk, amit megszokhatunk a burágótól és ugye fel is tüntetik, hogy egy 43-as méretarányú autó, és hát Kínában készült, és hát ugye talán ezért is van, hogy helyenként maga az autó nem tökéletes, de jól néz ki. Nézzük meg az autó gurulását. A gurulása az nagyon jó. Nem kell nagy erőt kifejteni ahhoz, hogy száguldozni tudjon ez az autó. Teljes mértékben elégedett vagyok ennek az autónak a gurulásával. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy-két apróságtól eltekintve igazából én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kis autó szerintem. Jöjjön a következő, a másik Ford Focus, amit idén januárban vásároltam meg a régió játékban, szintén 1995 forintért, ezt is annyiért vásároltam, és nézzük meg, hogy milyen autót kaphatunk ennyi pénzért. Hát ugye a különbségek azok már itt felfedezhetőek, Hát meg a hasonlóságok is, például itt talán rosszabb is a bal első fényszóró, mint a rendőrautónál. Itt a jobb az egész jó, de a bal az valamiért borzasztó, tehát úgy látszik a burágó az hadilábon áll ilyen téren. A hűtőrács jóval, szebbít, jóval szebb jóval szebb szerintem. Illetve ami a nagyon fontos különbség az, hogy rendes forgalmi rendszámot kapott ez az autó, ugye MA03-as, -03 03-as, ráadásul ugye országjelzést is kapott, tehát ugye a kék mező, a H betűvel, ugye utalás Magyarországra, illetve az Európai Unió jele, ha bár ez inkább emlékeztet engem egy karikára, olyan, hát az inkább egy karika, de kis autóról van szó, ráadásul játékautóról, azért ne a leges, legaprólékosabb munkát várjuk el, tehát ez egy játékautó, egy neves gyártótól, 2000 forintért maximum, tehát ennyi pénzért szerintem ez tökéletes ez a rendszámtábla, teljesen rendben van, mert hogyha esetleg igényesebben dolgoznak ki, hát akkor jóval drágább lenne. Térjük, és akkor nézzük meg még a géptetőt, ugye maga a szín az egészen jól néz ki, az egészen jó sikerült szerintem, itt ugye tükr, tükrözöttvel láthatjuk az ambulance feliratot, mga.org, ugye, ez ugye a Magyar gyermek mentő alapítványnak a weboldala, ezt majd nyugodtan keressétek föl. Amit én viszont hiányolok, hogy nincsen meg a, azt hiszem az országos mentőszolgálatnak a logója, pedig itt kéne lenni az autón, orrán, de ez oldalt is így van, tehát az autó oldaláról is hiányzik ez a logó, csak a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak a logóját találhatjuk, találhatjuk meg, ezen a kis autón. Na mindegy, ez csak furcsaság volt, de ez meglepő. Itt is ugyanazt a fényhidat kapjuk, szerintem teljes mértékben rendben van, ahogy a kettő darab antenna is, hát hogy ezt festették ki, ezt nem, de ez ne számítson problémának. Itt is a tetősín az egészen jónak mondható, és ez is kellően masszív, tehát hogyha így megnyomkodom, nem ad ki ilyen gyanús hangokat, nem recseg, nem ropog, tehát ezzel lehet játszani. Meg hát gyűjtőknek is tökéletes szerintem. Most a festékhibáktól hibáktól tekintsünk el, az inkább ugye a, nem túl jó kivitelezés ez vezethető vissza. Ugyanazokat a kerekeket láthatjuk, mint a rendőrautó, meg ugye az annál említett képkocsikon is ezeket megtalálhatjuk, meg sok más autón is fel lehetőek. Ugye maga a festés az egészen jónak mondható, annyi, hogy ez a csík a valódi autókon itt tovább megy itt, és végig megy így az ablakokon is. Hát itt ugye félbeszakították, de gondolom így macerásabb is lett volna kialakítani. De amúgy igazából rendben van, egészen oké, és szerintem így is az autó, meg hát ugye a pillangóablakot, kidolgozták ugye ezt a kis területet, vagy hát nem is pillangóablak, hanem ezt a kis területet a visszapillantó tükör körül, ott szépen kidolgozták, így ez is rendben van. Átjogunk az autó, hát ugye ugyanez a szerintem elég csúnya rendszámtávla területet találhatjuk meg, amit ugye kifogásoltam már a rendőrautó esetében is, de amúgy meg így is eléggé jónak mondható, ugye Lifepack, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány logóját itt is megtalálhatjuk, a típus megnevezés, embléma, meg az ugye a Magyar Gyermekmentő Alapítvány teljes megnevezését állhatjuk, illetve a weboldalt itt is megtalálhatjuk. Másik oldalról szintúgy vállalhatóan néz ki az autó, itt is vannak sajnos festékhibák, tehát úgy látszik a... Ezeknél az autóknál nem tökéletes a festés, de amúgy szerintem elmegy. Nézzük meg az akkor a kocsinak a belterét. Ugye szép itt is maga a kormánykerék. Hát igazából ugyanaz, mint a rendőrautónál. Van műszerfa, viszont a középkonzolon semmit nem lehet látni, de még a kesztyűtartót sem dolgozták ki, hogy elnézem. Ugyanaz a kis tömzsi vacak váltókkal ahogy látom, itt is kidolgoztak szépen a kézifékkart, itt is szépek az ülések, meg az ajtók belseje, tehát egy is ugyanaz igazából, mint a rendőrautó, de erre szerintem lehetett számítani. Az alvez is teljes mértékben megegyezik, tehát ugyanúgy néz ki a kettő, tehát hogyha így tartjuk, akkor szerintem meg se lehet állapítani azt, hogy melyik melyik. Ez a rendőrautó, akkor ezt ide id id visszateszem. Itt is igazából ugyanazokat láthatjuk, és ugyanaz a véleményem erről az alvázról is, mint a rendőrautónál, hogy ötösből egy ilyen erős négyessel tudnám jutalmazni, mert láttam szebb alvázat is még a burágótól, gondolok itt a 65-es Ford Mustangra, de ez még olyan szebbek, jobbak közé tartozik, mert azért egy pár burágó Streetfire 143 as autót bemutattam, olyan szegényes alvázakkal találkoztam, hogy jaj, hihetetlen. Na, igazából tényleg csak ugyanazokat tudnám elmondani, e, első egy kipufogó rendszer, üzemanyagtank, pótkerék, ezek a kicsi merevítések, vagy mi az össz, e, meg ugye a szokásos dombornyomos feliratok, amikkel itt találkoztatunk, tehát e, autó kinézetéről ennyit. Nézzük meg a gurulását. Ez is egészen jól gurul. Itt se kell túlságosan megrendíteni a kocsit ahhoz, hogy száboldozzon, de amúgy teljes mértékben... E, Vállalható, van egy, van egy kis furcsa kattogó hangja ennek az autónak, talán a futómű nincsen annyira jó beállítva, mert valami valamikirányba elhúz ez az autó, tehát annyira ez nem tökéletes, de jobb, mint a Maestro Fresh Metal, ahol igazából az összes autónál hibás volt a futómű, tehát igazából ennél még tökéletesnek is mondható a Master Fresh Metalhoz képest, meg amúgy is egészen oké, okay és jó példát kell kifogni, de ez kell némi szerencse is. És jöjjön a következő, amit múlt hónapban vettem, és ez már nem a Street Fire kategória, hanem az Emergency, legalábbis a Burrago katalógusában így szerepe, ez a Volkswagen Crafter, ezt múlt hónap közepén szereztem be, vagy inkább az elején, múlt hónap első felében vásároltam meg a Tesco-ban, olyan 3600 forintért. Én sokszor láttam ilyen autót, de soha nem akartam megvenni, mert mindig túlározottnak találtam meg e, egyebek. De aztán végül is én azon kezdtem el agyalni, miután megvettem a gyermekmentőt, hogy e, igazából csak ez, meg az Audi hiányzik a kollekcióból, és én úgy döntöttem, hát egy-egy fe, egye, egye fennem meg is veszem. Meg is szereztem ezt az autót a Tesco-ban, ott a legolcsóbb 3600 forintért, mert máshogy ilyen 5000 forint fölött lehet ezeket az autókat megvenni nagyjából. Azért az. Kicsikét extrém számomra, és érdekesség, hogy ha felmentek a katalógusra, ezt már megemlítettem, ha felmentek a katalógusra, akkor meg lehet találni ezt az autót ebben a színben, csak ebben az egyetlen egy festésben lehet a Volkswagen craft elérni, az a magyar mentőautó festésében lehet megvenni. Úgyhogy ez eléggé érdekes, és ennek meg volt a örülök is. Na, nézzük is meg akkor ezt az autót, hogy ennyi pénzért mit is kaptam. Nagyon szépek maguk szerint a fényszórók, legalábbis szerintem teljes mértékben rendben vannak. Itt is ugye szépen tükröződve elolvashatjuk az Ambulance feliratot, ahogy a az OMS-nek, tehát az Országos Magyar Mentőszolgálatnak a logóját is megtalálhatjuk. A hűtőrács is rendben van, a Volkswagen nem is, meg ugye ezek a kis ezek azt hiszem villogók itt a hűtőrácsban, van, ez pedig a sziréna itt, ami előfoglal helyet a lökhárítóban. Itt is egy rendes forgalmi rendszámmal találkozhatunk, és még a ködlámpákat is kidolgozták, tehát itt azért több munkát töltek bele ebbe az autóba, mint a többibe, tehát azt el kell mondani. Egy 50-es méretarányú, azt még nem említettem, térjünk át az autónak a az oldalára, itt a festés meg az egyéb matricák azok teljes mértékben rendben vannak, itt még ugye fel is tüntetik a mentők.hu nevezetű weboldalt, ezt érdemes felkeresni, mert hasznos tanácsokkal látnak el bennünket, mikor, hogy mikor érdemes mentőt hívni, vagy hogyha nagy a baj, akkor te hogy tudsz másokon segíteni, hogy mondjuk égési sérülés, ájulás, szívleállás vagy szélütés esetében. Sőt, ugye, akik látták el erről a videóra az unboxingot, ugye láthatták, hogy kapunk egy ilyen kis könyvjelzőt emellé, ami eléggé ilyen hasznos tanácsokat látta bennünket, meg is találtam. Ugye, ugye ez, hogy ha úton a mentő, és hogy nagyobb, nagyon, nagyobb, baj, akkor tudsz -e is segíteni. Ugye, ha elájult, akkor, ha a beteg elájult, ha leállt a szíve, mit kell alkalmazni, de erős vérzés, fulladás, égési sérülés, és ezekkel látnak el bennünket is ez a csomagolásnak a, a része. Azt még fel is tüntették a dobozon, meg is lepődtem, és én ezt egy nagyon jó dolognak tartom egyébként, hogy ezt is ehhez párosítják. Szóval igazából az autó oldaláról ennyit, szerintem egészen Jó néznek ki. A kerekek is egészen vállalatóak, bár lehetett volna ez fekete, de ez már csak egy ilyen apróság, amit én megemlítek igazából, hogy a valósághoz képest hogy kéne kinézni, de teljes mértékben rendben van. Ahogy a hátulja is egészen jól sikerült, ugye szépen be van sötétítve a hátsó ablak, mint hogy az igazi mentőautókon, itt az itt lévő villogók is jól sikerültek, a féklámpák is, amiket ráadásul kidolgozták a tolatólámpát, még az irányjelzőt, tehát ez egy nagyon jó pont. A matricák itt is nagyon jól sikerültek, az, embléma, típusjelzés, meg ugye a TDI jelzés, ugye ez egy injektoros turbó dízel motorral fut, már itt futnak ezek az autók, a forgalmi rendszám is rendben van, tehát igazából az autó hátulja az nagyon szép. Itt a másik oldalnál van az egyedüli olyan pont, amire én azt mondom, hogy az kicsikét fáj nekem. Ugyanis ez az oldalablak, ez valami nagyon olcsó és pocsék minőségű műanyag, ami ráadásul, ha benyomok, akkor könnyen be is nyomódik, tehát nem kell különösebb erő az, hogy el esetleg be is lehessen törni. Tehát ez engem a Milestone Fresh Metalra emlékeztet engem, ami azért fáj, mert egyrészt ugye ez a jópofa kis kis cucc jár hozzá, ezt még ideig le is teszem hozzá, hogy lássátok másrészt pedig nagyon szépen van kidolgozva majd, hogy nem mindenhol, erre pedig kap egy ilyen vackot oldalra, ami hát kis elszomorító, a tete is rendben van az autónak, tehát teljes mértékben. Nézzük meg akkor az autónak a belterét is, ahogy ezt megszoktuk tenni. És szép maga a kormánykerék, hogy az ülések is rendben vannak, ha bár nem annyira átlátható maga az autó, próbáljuk csak meg valahogy úgy tartani, hogy a szép maga a műszerfal is, itt azt is szépen kidolgozták, tehát én azt mondom, hogy ez egészen rendben van így eddig. Hát az alváz, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez az alváz nem éppen a legesleg részletesebb, sőt, sőt, a hajtásláncot sem dolgozták ki teljesen, a kipufogó az még egészen ö, vállalható, igazából, de amúgy meg annyira nem sikerült jól szerintem ez az autó igazából, de így a többi kinézet szempontjában ha ezt nem nézzük, csillagos ötös, de tényleg csillagos ötös nézzük meg még a mentőautónak a gurulását nem kell nagy erőkifejtés ehhez sem, hogy egyáltalán meg lehessen lendíteni ezt a kocsit teljes mértékben rendben van mert egészen halk, ugye ez köszönhető annak, hogy gumikerekeken fut ez az autó, nem a hagyományos kemény műanyaggal fut, mint igazából a másik három autó, hanem a műanyag, vagy hát inkább a gumi miatt eléggé csendesen gurul az autó. Ezt szépen ide elhelyezem, és akkor elérkeztünk az utolsó alanyunkhoz, az Audi A6-oshoz, ami. Pici két kilóg a sorból, mert a valóságban én nem láttam ilyen rendőrautót sehol se. De lehet, hogy hát állítólag vásárolta az ORFK, tehát az Országos Rendőr Főkapitányság három ilyen autót, de nem hiszem, hogy járőkocsiként alkalmazzák őket. És nézzük meg ezt az autót. Ezt a spárban vettem kb. 2290 forintért. Ezek jóval drágábbak, mint a Ford focus -ok. a régi játékban. 2490 ért lehet hozzájutni, de a Tesco-ban... Mondjuk egy nagyon olcsó csomagolásban van behelyezve, de igazából az autó a lényeg. Ott ö, 1130 forintért lehet megvenni, de én láttam 970ért is. Na akkor gúvott ki a szemem, és hát akkor sajnáltam, hogy nem azt vettem meg, de igazából mindegy is. Nézzük is meg akkor ezt az autót. Ugye ez a C8-as Audi A6-os, eléggé nagy hűtőmaszkal, tehát ugye mostanában az Audi-k jönnek ezekkel a hatalmas nagy hűtőmaszkokkal. Igazából nézőpont kérdés, hogy kinek szép és kinek nem, szerintem annyira nem, tehát az már inkább a gics kategória, de ízlések is pofonok. Itt a fényszorok viszont tök, tökéletesen vannak elhelyezve, tehát amíg a Ford focus igazából ö, azt láttam, hogy a Borágo így hadilávon áll ilyen téren, addig az audi tökéletesen megoldották ezt a problémát. Vagy problémát, tehát tökéletesen megoldották ezt a feladatot. A lökhárító is egészen jól néz ki hát így egészen rendben van, az Audi emblémával is elégedett vagyok, meg hát ugye a szokásos matrica, tehát ugye a az ORFK logóját láthatjuk itt, illetve ugye a rendőrség feliratot, itt oldalra áttérve, hát nagyjából ugyanazokkal a matricázásokkal találkozhatunk, mint mondjuk a Ford Focusnál, tehát ez is igazából rendben van, itt is a tükrök ilyen kis fémnyúlványok, ugyanolyan szín, mint maga a karosszéria, kivéve a crafter mert ugye látható, hogy ez fekete, tehát próbáltok ott a valóságra törekedni. Itt ugye a különböző logók is egészen szépen vannak kidolgozva, itt is szerepel a szolgálunk is védünk szlogán. A fényhíd az szerintem meglepően kicsit, talán egy picit nagyobb is lehetett volna, mert jó, lehet, hogy én tartom túlságosan kicsinek, de szerintem kicsit kicsi. Nézzük meg akkor az autónak a hátulját amilyen problémával szembesültem itt, hogy a hátsó lökhárítót nagyon nem úgy helyezték fel, ahogy kellett volna. Tehát akkora hézag van itt, mint, a, mint amikor a 70-es években gyártották a, a, zsigolikat belpiacra. Nagyjából akkora hézag van ezen az autón itt hátul, meg itt is. Tehát van egy eléggé nagy és csúnya kopás, azt kell, hogy mondjam, eléggé csúnyának mondható. Ez picit elszomorít, hogy erre azért annyira nem figyeltek oda, mint a többi autónál de egyébként szépek maguk a féklámpák. Rendszámtábla itt most kivételesen nincsen, csak ez a kis fekete valami. Ezen igazából én meg is vagyok leppe, hogy hogy lehet az, hogy ezen nincsen rendszámtábla, miközben a másik három autón van. Tehát rá szerkeszthettek volna egyet, hogyha már a, a fényhítat is rápakolták. De amúgy meg a matricázások, mi, mi egyéb más az rendben van. Habár az Audi logót azt annyira nem könnyű észrevenni ezen az autón. Nézzük meg akkor a kocsinak a belterét. kicsik az ablakok is, annyira nem tudunk betekinteni. Hát az a kardánbox, meg az a váltókarna, nem is akarom többet azt látni. Szépek maguk az ülések, hogy az ajtók belsejére sincsen a panasz. A kormánykerék is egészen jó, a műszerfal is bár igazából a vezető előtt lett jól kidolgozva, hogy középen ö, semmi, de gondolom azért, mert fekete, meg hát a, amúgy is kicsik az ablakok ki az amarha, akik be akar tekinteni. A kerekekről még nem beszéltem, nagyon jól mutatnak rajta, szerintem teljes mértékben jól néznek ki ezek a kerekek ezen az autón, tehát én azt mondom, hogy rendben van. Nézzük meg akkor a kocsi alvázát. Itt is ugye a szokásos dombornyomos feliratokkal találkozhatunk, ugye ez egy 1.43-as méretarányú autó, ez itt nem tudom, hogy mi akar lenni, tehát ez olyan, mint valakinek a B-rendszerét látnák, vagy én nem tudom, ez kis furcsa, de se hajtáslánc, se kipufogórendszer, rendszer, se üzemanyagtank, se pótkerék tartó, tehát túl sok mindent ezen nem dolgoztak ki, úgyhogy ez annyira nem sikerült jól ennek az autónak az alváza szerintem. Itt, ugye, itt is ugye, igazából mindent elmondtam ennek az autónak az alvázáról, már csak a gurulás teszt van hátra. Egészen jó. Teljes mértékben rendben van. Na én azt mondom, hogy ez kifejezetten jó lett ennek a, az Audi-nak a gurulása. Van egy kis hangja, de hát ugye ez a műanyag kerekeknek tudhat, ö, ö, miatt tudható ez be. És hát akkor most nézzük meg így összességében így a kollekciót. Szerintem egészen jó mutatnak egymás mellett, és akkor így mondanék egy kis összegzést. Így nagyjából, hát hogy kéne helyezni hát? Jó lesz, így, jó lesz így majd. Majd maximum, hogyha jobban érdekel titeket, akkor majd nézzétek meg erről a videót, az unboxing videót. Most én megmondom őszintén, én nagyon örülök ennek a kollekciónak, de talán azért, mert ugye itt magyar szolgálati járművekről van szó. Én leginkább talán a mentőautót tudom ajánlani, ez a legdrágább, hozzá kell tenni, ez a legdrágább, de ez van a lehető leg, legszebben kidolgozva, ennek a legjobb a gurulása, mert a gurulás nem csak olyan téren kell nézni, hogy milyen gyors, hanem az hogy ez nagyon csendes, tehát nem olyan zavaró, mint a többinél illetve kapunk egy ilyen kis kijelzőt, kijelzőt, könyvjelzőt, úgyhogy teljes mértékben tudom ajánlani ezt az autót. Utána inkább a, Ford, a sorban a két Ford Focus, ezekhez nem kapunk ilyen kis könyvjelzőt, de aránylag olcsóak, könnyedén elérhetőek, a régi 2000 forintot se kell fizetni, Tesco-ban máshogy ez még olcsóbb, de legalábbis a rendőrautó, mert ezt csak a régiójátékban látom, a gyermek mentő autót, de igazából ö, ö, hozzá kell tennem, hogy minden, mivel ezeket emberek alkották ezeket a kis autókat, ezért vannak hibáik, kisebb, nagyobb, amiket mellett el lehet menni, de valamelyik mellett nem. De én azt mondom, hogy relatívan rendben vannak. Aztán itt van az Audi, ezzel picit gondban vagyok, mert ö, Ö, annak ellenére, hogy nagyon örülök, hogy ezt is megvettem, és hogy így a kollekció, nem annyira valóságú, hogy ez egy járőrkocsi lenne, inkább, hogyha egy Audi A3-as jelent volna meg, akkor annak jobban örülhettem volna talán, Ö, valamint igazából ez egy civil autóból lett kialakítva, mert ugye a Focusból is létezett civil autó, csak ugye én csak az interneten láttam belőle, de volt árusítva, ebből pedig ugye kapható is nagyjából fél áron, ilyen 1200-1300 forintért sötét kék színben lehet egy ilyen civil autót megvenni, Meghát annyira nem valóság, hogy meg azért láthatok, hogy a lökállító az annyira nem szép, az alvás sem, meg az a festékhiba, bár ez inkább a kivitelezésnek ö, ö, tudható be. De egy összességében mit gondolok? Én azt gondolom, hogy az egész kollekciót tudom mindenkinek ajánlani. A gyerekeknek is jó, mert megismerik ezeket az autókat, a gyűjtőknek is jó, mert ö, egészen jól mutatnak így egymás mellett. Csak ö, rájuk kell nézni. Sőt, én tudját, mi, ö, mit tudok még elképzelni? Azt, hogy ö, létrehoznának egy ilyen négyes pakkot, és mind a négy autó így egymás alatt benne benne lenne. Ugye a Burágóból van egy ilyen ötös pakféleség, ugye öt autót lehet úgy megvásárolni, és én simán el tudom képzelni, hogy jóval olcsóbban lehetne venni ilyen négyes pakkot, ahol mind a négy autó együtt benne van. Habár kettes pakkot is lehet venni, így kombinálgatva az autókkal, és így az autóformázélő takarják le. De én egy ilyen négyes pakot simán el tudok képzelni, meg oda is berakni egy kövjelzőt, mint, mint, ilyet, vagy mi egyéb más, tehát ilyen jó pufa dolgokat is szerintem az egy nagyon keresett kis termék lenne. Én ezt gondolom, és írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok erről az ötletről. Hát ennyi lett volna már ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót végignéztétek. Ha ez a videó tetszett, akkor ezt kérek, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni a csatornára, megnézni a többi videót, bekapcsolni az értesítést, meg mi egyéb más. Ha nem tetszett a videó, akkor nyugodt lehet a videó diszlájkolni, és megírni a videóval kapcsolatos kritikát. Én Dezső voltam. A legközelebbi videóban remélem, hogy találkozni fogunk. Addig is jók legyetek, sziasztok, és további kellemes május esélyt kívánok mindenkinek.